két teljes hétvége telt el bajnoki ő mérkőzés nélkül, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag három hetes szünet állt a csapat rendelkezésére, illetve hát nem szünet hanem felkészülés, ugye, miből álltak ezek a hetek? Hát igen, megpróbáltuk azokat a hiányosságokat bepotolni, ami egy-két egy játékosnál volt. Ugye később érkeztek hozzánk, nem tudtunk úgy edzeni velük, meg mi sem tudtunk úgy edzeni, mint a, a felkészülési időszakban. Ugye folyamatosan voltak a mérkőzések, ezért egy kicsit a fizikális részt vettük elő az első és a második héten is, valamint a második héten már előtérbe került a taktikai rész is, mert a Minaj elleni mérkőzésen próbáltuk azt játszani, amit majd szeretnénk a, a Fehérvár elleni mérkőzésen is produkálni. És hát ez volt az utolsó ilyen etap, hiszen most aztán tényleg ö, a bajnokság végéig ö, szerda szombat, vagy szerda hétvége ritmus. Igen, igen, mi abba bízunk, hogy lesz kilenc mérkőzésünk még, hét bajnoki és két kupa, ez nagyon fontos lenne, mert akkor azt jelenti, hogy minden rendben van a bajnokságban, szeretnénk minél előbb elérni azt a pontszámot, amiről már nagyon sok régóta beszélgetünk, hogy az NBA 1-es tagság biztosan meglegyen, és természetesen szeretnénk egy nagyon jó eredményt elérni a kupában is január 27-én sikerült itt legyőznünk a Fehérvárt. Ez megadhatja az erőt, az önbizalmat, hogy ez másodjára is sikerülhet? Én azt gondolom, hogy igen, és uh, ugye erről is beszélgettünk a játékosokkal, hogy egy kicsit hasonló időszak kezdődik, mint a második kör elején. ha ugyanúgy tudnánk kijönni a, ebben a ford, ezekből a fordulókból is, akkor rendben lennénk. Ugye akkor is mondtam azt, hogy nem lesz olyan mérkőzés, mint amilyen volt a decemberi Fehérvár elleni, ezt bizonyítottuk is, jó teljesítmény nyújtott a csapat, én abba bízom, hogy most hasonlóan jó mentalitással, jó hozzáállással fogunk pályára lépni, és a három pontot itthon tudjuk tartani. Úgy edzővel érkezik a Fehérvár. Szavics Imrét nem mondjuk kis fellel, nem ismerik, hanem gyakorlatilag még a Fehérvári öltözőbe is talán most mutathatják be. Ezekben persze Bészenek Bészennek itt még az osztrák válogatott mellett kötelezettsége volt. Ez mekkora nehézséget okoz a felkészülésben? Hát én azt gondolom, ugye miután bejelentették az Imrét, mint vezetőedzőt a csapatnál, utána elkezdődött egy más időszakot. Én gondolom, hogy már az ő instrukciói alapján is készült a csapat az elmúlt mérkőzéseken is, mert lehetett látni hogy azért egy más felállási rendszerben más játékot produkáltak. Bízunk benne, hogy azok az információk, amiket szereztünk, azok megfelelőek, és ezeket tudjuk hasznosítani majd a hétvégi mérkőzésen is. Ugye a Fehérvárnak több válogatott játékosa van, akik ezekben a percekben kapcsolódhatnak be a munkába. Az egyik kulcsjátékosa a huri lapok miatt nem játszhat. Ezek mekkora esélyt kínálnak? Hát én azt gondolom, hogy nekünk ezzel nem szabad foglalkozni. Bárki is lép a, a Fehérvárnál a, a pályára, nagyon jó keretük van, nagyon jó játékosok alkotják ezt a csapatot. És hát bizonyították azt, függetlenül attól, hogy most nem abban a pozícióban vannak, mint amit ők elvárnak saját maguktól, hogy egy jó csapat. Én azt gondolom, hogy nekünk is ezzel ellen a jó csapat ellen meg kell mutatni azt, hogy az ősz folyamán nem véletlenül volt egy olyan kilenc meccses időszak, amikor veretlenek voltunk és jól teljesítettünk. Most kell nekünk is egy nagyon jó szériát produkálni, ez viszont mindenkinek megfelelő hozzáállással kell kimenni a pályára. A első perctől a utolsóig koncentráltnak kell lenni, határozottnak, keménynek, hazai pályán játszunk, és mindenféleképpen csak az lehet a célunk, hogy a három pontot megszerezzük itthon.